Sziasztok, én Gregory Zoli vagyok. Sokszor hallottátok már itt a videók alatt, hogy mennyivel, mennyire fontos az, hogyha a felső vonal segít neked a csapatépítésben is, már rögtön a regisztrációd után, és nem egyedül kell elkezdened a csapatodat felépíteni. Nézzük erre egy matek példát, én szeretem a, a számokat, mert azok legalább nem hazudnak sose, és mindig megmutatják, hogy mi a valós. Én úgy számoltam, hogyha hogy minden embernek egy 500 fős, ismerős, listája van mondjuk, tehát 500 ember olyan ismerőse van, akire mondjuk kapásból tud gondolni MLM rendszerrel kapcsolatban. Nyilván azért vannak olyanok, akiknek kevesebb, vannak olyanok, akiknek több, tehát ez egy ilyen átlag szám, csak azért kell, hogy szemléltessem azt, amire pontosan gondoltam. Tehát elkezdünk együtt dolgozni, te regisztrálsz a csapatba, van olyan 500 fő, aki a te listádból el tud, tehát a, a te ismeretségi körödből, te arra gondolsz, hogy ő akár még el is kezdhetne dolgozni. Ha egyedül kezded el ezt az egészet csinálni, és most maradjunk ennél a példán, aztán majd megmutatom a másik részét is, akkor ebből az 500-ból kell találnod kettő olyan embert, aki beregisztrál hozzá, és elkezdesz elkezdünk, mert elkezdünk, mert ugye felső van, neked mindig segít, tehát elkezdünk vele együtt dolgozni ezzel a kettő emberrel. Ennek a kettő embernek is van 500-500 ismerőse, így a csapatodnak az össz létszáma három főre duzzad, ugye veled együtt, és a három főnek összesen van 1500 ismerőse, amiből kikerül a következő négy regisztráló, és Mindenki alá csak 2-2 ember épül be ebben a szisztémában. Persze ez sokkal többre fog majd földúzzani, de így egyszerűbbek a számokkal foglalkozni, és így, így számok jönnek ki. Tehát, hogyha ebből az 1500 emberből megvan a következő négy regisztráló, <coughs> akkor már összesen heten vagytok a csapatodban, és a hét embernek összesen 3500 ismerőse van, amiből a következő regisztrációs emberek kijönnek, hogyha itt megint mindenkivel csak kettő emberrel számolunk, tehát kettő új regisztrációval mindenkihez, akkor igazából már csak a legújabb regisztrálók lesznek 8-an, ugye még fölötte vannak heten, tehát 15 ember lesz az, aki már bent van a csapatodban, és ennek összesen van 7500 embernyi ismerőse, hogy tudjuk segíteni egymásnak a munkáját. Na most, hogyha azt a rendszert nézzük, amivel mi foglalkozunk, és amivel mi dolgozunk, akkor az első 500 emberből előkerülő regisztrálók mellé mi még hozzáteszünk neked, akár egyet, akár kettőt, akár hármat, tehát sokkal gyorsabban nő az a, sokkal gyorsabban nő az a csapat, amit elkezdesz építeni, hogyha a felső vonal még plusz embereket ad be a te belépő embereidhez. Azok, hogy az, hogy a plusz emberek hova kerülnek a csapaton belül, az egyszerűen attól függ, hogy ki az, akiben te a potenciált, és ki az, akit te szerinted érdemes segíteni. Hogyha egy-két ilyen ember van, akkor alattuk kezdünk el csapatot építeni, hogyha mondjuk 4-5-6, akkor mind a hat, közé el kell osztani az új belépő embereket, hogy minél gyorsabban épüljön mindenkinek a csapata, és mindenki minél hamarabb pénzt keressen, mert akkor lesznek igazán sikeresek, és akkor lesz igazán sikeres a csapat, hogyha csapatban dolgozunk, csapatban gondolkozunk, és az önös a csapat érdekek mögé helyezzük, és inkább foglalkozunk azzal, hogy segítsünk másoknak is, mint hogy mi saját magunknak pénzt keressünk. Hogyha normálisan építkezzük, építjük a rendszert, akkor egy ilyen ö, diagram fog létrejönni. Tehát itt van az, amikor te beregisztrálsz, regisztrálsz, elkezdjük a kis csapatodat fölépíteni, meg összerakni a vásárlói kört, és itt van az, amikor bedúran maga a csapat, és nagyon-nagyon sok regisztráló ez hirtelen, és innentől kezdve már sok olyan ember lesz a csapatodban, aki, remélem jól mutattam és látszott, tehát aki úgy regisztrál be a rendszerbe, hogy te akár már nem is ismered, mert a te általad épített csapatod tagjai hozzák be. A felső vonal, így a te szereped is ebben a szektorban már ö, jelentős, hiszen az új emberekkel, olyan embernek kell mindenféleképpen beszélni, aki már átlátja a rendszert, és már Akár sikereket is ért el a rendszerben, és itt a felső vonalnak a későbbi szerepe, hogy ő az, aki átadja a tapasztalatait, az információit neked, mint új embernek egészen addig, amíg nem lesznek saját tapasztalataid, nem tudsz saját magad ö, olyan meggyőzően beszélni magáról a rendszerről, hogy emberek csatlakozzanak hozzá. Hogy ezt mennyi idő a éled az megint csak tőled függ. A lényeg az, hogy az elején tudsz kire támaszkodni, egészen addig, amíg neked úgy érzed, hogy szükséged van rá. Előbb-utóbb úgy is egyedül fogsz ö, dolgozni, és már nem, fog a fel, nem fogod a felső vonalat segítségét kérni mondjuk egy üzleti prezentációhoz, amikor el tudod mondani azt, hogy te mivel is foglalkozol pontosan, hiszen akkor hozzá is alkalmazkodni kell, nyilván minél több embernek a, az érdekeit kell összefűzni, az egy picivel annál nehezebb mondjuk, hogyha ha a te idődet, a felső vonal idejét, meg az érdeklődő idejét kell összefésülni, hogy legyen egy olyan közös pont, amikor már mindenki ráír mondjuk egy fél órára, hogy beszélgessetek egy kicsit, az lényegesen nehezebb, mint hogyha csak a te idődet, meg az érdeklődő idejét kell összeegyeztetni. Szóval ez így működik, ez az egész rendszer. A felső vonal az idejét, meg a tudását adja elsősorban, másodszorban a plusz embereket biztosítja a te csapatodhoz, ezáltal gyorsabban fog nőni a csapat. Nyilván azokat az embereket, akiket a felső vonal tesz be a csapatodba, azokkal foglalkozhat te is foglalkozhat, ő is attól függ, hogy hogy neked mi az, ami kézen tehát lehet a csapatodnak egy olyan része, amivel igazából nem is te foglalkozol, viszont mégis te is jutalékot keresel az ő munkájukból. Mi ezt mindig is így csináltuk, így is fogjuk csinálni a jövőben is. Hogyha a kérdésed van ezzel kapcsolatban, akkor írd nyugodtan le kommentbe, így jár rám nyugodtan privátban, nagyon szívesen elmondom az én nézőpontomat, nálunk ez bevált, ezért merem ezt mondani, hogy mi ezt így csináljuk azóta is, ez nálunk már bizonyított, és pénzt keresünk az első hónaptól kezdve, és ezt meg tudjuk neked is mutatni. Legyen szép napod, és jó videónézést kívánok! Szia, szia!